forog. Nem probléma. Itt nálatok mit lehet csinálni? Mert ti árultok valamit? Hát igen, árulunk ezeket az edényeket, a lakóotthonból jöttünk hivatalosan. Honnan? A Iklazi Szeder otthonból érkeztünk. Aha. 9 éve működik már a lakóotthonunk. Amit itt lehet látni, hogy ősi módon dolgozunk mi edényeket, kerámiával. Hát a lakóotthonunk dolgozik az egyetlen a technikával, senki más nem tudja ezt a technikát csinálni, csak mi. Első, amikor készen van az edény, ki kell várni, hogy kiszáradjon, utána meg jön a égetés. 960 Celsius fokon fűtjük fel a kemencét, hogy kiégjen. 24 óra belül kiég, utána 2 óra kell maximum, hogy kihűljön, vagy 3 nap, attól, hogy mennyi van megpokolva. Utána már kihűl a kemence, kipokoljuk, utána jön a mázazás. Vannak különböző órák. Hát, nagyon szépen megnézhetem? Nyugodtan! Nézd, ez ilyen szép, ez a nagy például. Ez mire jó? Salátatál. Salátatál, nagyon jó. És? Az olmos máz, de már ki van égve, mert belőle a ólom. Szerencsére ugyanaz az eljárással égetjük szinten ki, csak át lehet olvarmozni a kemencét is, gyorsodott égetésre, ami óránből felfűti magát. Nagyon jó, és mennyire adtok egy ilyet egyébként? Egy ilyen nagy, 3000-be kerül. Nagyon szép. Én veszek szerintem egyet. Egy kisebb edény, ez például ezt én csináltam. Nagyon szép. Hát csak egy dolgoztam ilyen edényekkel, ez is szinte ugyanaz a módszerre készül. És mindig valahogy vannak ékszerek is? Igen, készítünk ékszereket, de ez a másik műhely készíti. Részből készül. Tűzolászat hívják. Ez is már lehet égetni a mászt is, mert egy tűzolászos mász kell hozzá. De szintén 900 Celsius fokos a leégetés ideje, és pillanat alatt megvan. És más kézen fogva alapítvány által szervezett rendezvényekre is kiszoktatok jönni? Vagy most miért vagytok? Igen, hát igen, szoktunk kijönni. Oda vagyunk, ahol hívnak bennünket. Ha? De ez a háznak a támogatásával támogatjuk ezzel a házat, és igyekszünk minél többet kijönni a házból, hogy többen ismerkedjenek velünk. Nagyon jó, meddig vagytok itt? Én tényleg veszek egy ilyet, ez nagyon tetszik, és most tudom, hogy biztos. És természetesen az, hogy igazából... Ha csomagoltok és még nem, akkor szóljatok rám, jó? Mert tényleg...